legtöbb nézőinket, önök a Tolnatáj televízió híradóját látják. Kamis Ákos vagyok, fő témáink néhány mondatban. Havazás hétfőn reggelre érte el a téli időjárás Tolna megyét. Ünnepi pluszkilók gyakran fulladnak kudarcba az új évben megfogalmazott célok. Munkaszüneti napok 2022-ben összesen 5 hosszú hétvége vár ránk jövőre. Szilveszter Pakson minden korosztályra gondoltak a szervezők. Hétfő reggelre Tolna megye nagy részét hótakaró lepte be. A hajnalban kezdődő téli jelenségnek az autósok többsége nem örült, a közlekedésben ettől függetlenül nagyobb fennakadások nem voltak. A meteorológiai előrejelzések alapján a havazás kedden is folytatódhat, sőt akár ónos esőre is számíthatunk. Tolna megyébe is megérkezett a havazás. Hétfőn a reggeli órákban már több centi hó borította az utakat. A Magyar Közút munkatársai folyamatosan takarították és síkosságmentesítették azokat. A szekszárdi autósok többsége számított a télies időjárásra. Ennek ellenére nem igazán örültek a hólepte helyenként csúszós útszakaszoknak. Természetesen sokan azt mondták, hogy ilyenkor nagyon körültekintően óvatosan vezetnek. Téli gumival megyek meg óvatosan ilyenkor, szóval az út viszonylag megfelelően. De csúszik egyébként, csúszik. Volt, aki kifejezetten örült a havazásnak. Jó lett volna, hogy ezelőtt 3 nappal ezelőtt esik a gyerekek szempontjából, de azért így is örülünk neki, hál' Istennek. Az egyik szekszárdi Dombon lakónő azt mondja, egyáltalán nem számított a havazásra, és nem is örül annak, ugyanis nehezebben közlekednek a tolnai megyeszékhely Lankás területein. A férjem most jött haza, és ő mondta, hogy ott az a Hári hegy. Hogy ott voltak keresztbe autók. Mikor én lefele jöttem, már nem voltak. A meteorológiai előrejelzések alapján a havazás kedden is folytatódhat, sőt akár ónos esőre is számíthatunk. 7989 új megbetegedést igazoltak az elmúlt 4 napban idehaza. Ezzel a járvány kezdete óta összesen 1.245.319 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 436, többségében idős krónikus beteg, így az áldozatok száma 38.743 főre emelkedett. 4063 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 409-en vannak lélegeztetőgépen. Oltást pedig már több mint 6.250.000-en kaptak. Tolna megyében a járvány kezdete óta 26.277-en kapták el igazolhatóan a koronavírust. Vasárnap volt pontosan 1 éve, hogy megérkezett az első szállítmány koronavírus elleni védőoltás Magyarországra, mondta a kormány közösségi oldalára feltöltött videójában a miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára. György István a videóban kiemelte, még aznap megkezdték az oltások beadását, és azóta már több mint 15 millió vakcinát adtak be. A kormány beszerzéseinek köszönhetően Magyarország az Európai Unióban elsőként érte el az 50% feletti átoltottságot. Szintén az elsők között tette lehetővé a kormány májusban és júniusban a 12-18 éves korosztály oltását. György István a videóban arra kért mindenkit, hogy aki még nem tette, mindenképpen vegye fel a védőoltást. Szeretnék kérni mindenkit, aki még nem vette fel a védőoltást, az feltétlenül tegye meg, aki pedig mindkét oltását megkapta, és a második oltás óta 4 hónap eltelt, a harmadik oltást is adassa be saját, a családja és környezete egészségének védelme érdekében. Az év utolsó hónapja rengeteg lehetőséget ad az evésre, ivásra, vendégeskedésre, ennek következtében azonban előfordul, hogy felszalad néhány plusz kiló az emberre, amit majd januárban szeretne leadni. A szakemberek szerint az újévi fogadalmak általában kudarcra vannak ítélve, így érdemes már az ünnepek alatt tudatosan étkezni, illetve mozogni. Véget ért a karácsony, ilyenkor gyakori, hogy az önfelett korlátlan étkezéseknek, illetve a különböző süteményeknek köszönhetően többet mutat a mérleg. Legtöbbször azzal nyugtatja magát az ember, hogy januárban majd leadja a plusz kilókat, azonban általában pár hét elteltével elmúlik az ambíció. Amikor úgy érzi az ember, hogy sokat evett, kicsit nagyobb a tehetség érzete, és egy pár kiló fölszaladt, akkor teljesen természetes, hogy valamihez köti, és azt gondolja, hogy amikor lemennek az ünnepek, és az utolsó része az ünnepeknek, az természetesen a szilveszter, és éppen ezért egy újévi fogadalmat teszünk, amelyben kevesebb evés van, ez egészen húsvétig szokott eltartani, hiszen azért, hogyha meggondoljuk, a január és a február, az nincsen olyan ünnepekkel bővelkedően ellátva, mint ahogy egyébként az év többi része.
A szakember szerint az új év, az új kezdet lehetősége valamilyen szinten elnyomja az emberek evés utáni bűntudatát. Nagyon érdekes, hogy az emberek általában nem feltétlenül a születésnapjukon fogadnak meg valamit, hanem az év végén, hát miért pedig a születésnapunkon is nagyokat teszünk, hanem sokkal inkább az van benne, hogy az új év valami újnak, valami új reménynek a kezdete, és így mivel egy új reménynek a kezdete, talán most jobb év lesz, mint az előző, és ebben benne van az is, hogy az ember által preferált testképet valamilyen szinten rendbe rakjuk. Kitanics Márk azt mondja, akkor lehet eredményes valaki, ha nem vár az új év kezdetéig, az ünnepek alatt is tudatosan kell étkezni, illetve a testmozgás sem érdemes elhanyagolni. Utóbbi a téli depresszió ellen is jó megoldás. Súlyos baleset történt vasárnap Harc közelében, egy kis terautó, eddig tisztázatlan okok miatt letért az útról, egy fának ütközött, majd tovább sodródva oldalára borult. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett, ami a 40 éves sofőrt az eddigi információk szerint súlyos, életveszélyes állapotban vitte kórházba. A helyszínen és idején a rendőrség félpályás útzárat rendelt el az érintett szakaszon. Összesen 5 hosszú hétvége vár ránk 2022-ben, az első március 15-éhez kapcsolódik majd, de például húsvétkor és minden szentekkor is többet pihenhetünk majd, mint egy átlagos hétvégén. Március 15-éhez kapcsolódik jövőre az első hosszú hétvége, rögtön egy 4 napos. A Nemzeti Emléknap ugyanis kedre esik, az innovációs és technológiai miniszter döntése értelmében emiatt már hétfőn sem kell dolgoznunk. Ehelyett a munkahelyekre március 26-án szombaton kell majd bemenni. Április 15-én pénteken és 18-án hétfőn is munkaszüneti napok lesznek a húsvét kapcsán. A kapott pihenőket ekkor le sem kell majd dolgozni. A június 6-ai pünköst hétfő is hosszú hétvégét hoz, az 3 naposat. A következő hasonló alkalomra minden szentekkor kerül sor. November 1-e ugyanis kedd lesz, így az előző péntek lesz az utolsó nap, amikor dolgoznunk kell majd. Ez tehát ismét 4 napos pihenő lesz. A karácsonyi ünnepek pedig 3 napos hosszú hétvégét tesznek jövőre lehetővé, szenteste ugyanis szombaton lesz, vagyis karácsony másnapja hétfőre esik. 3 további ünnepnapunk viszont semmilyen módon nem befolyásolja a többség munkaidő beosztását. 2022-ben május 1-e és október 23-a vasárnapra, augusztus 20-a pedig szombatra esik majd. 30 milliárd forint maradhat a magyar családok kasszájában jövőre a jelzálog hitelekre vonatkozó lakossági kamatstopnak köszönhetően, közölte a miniszterelnöki kabinet iroda parlamenti államtitkára. Magyarországon mintegy 500 000 olyan hitel van, mely egy éven belül is átárazódhat, és az ilyen banki kamatemelkedések jelentős pluszkiadást jelenthetnek a magyar családoknak, mondta Dömötör Csaba. Hozzátette, az októbertől felgyorsult banki kamatemelkedések miatt egy átlagos hitel havi törlesztő részlete 23%-kal, átlagosan 11 000 forinttal emelkedhet. A kamatstop ettől a pluszkiadástól mentesíti a családokat. Ez fél év alatt átlagosan 66 000 forintos támogatást, spórolást jelenthet, összesen 30 milliárd forint maradhat a magyar családok kasszájában. A kormány a jövő évben is azon dolgozik, hogy minden lehetséges módon javítsa a magyarok megélhetését. Ez szolgálja a benzinárok rögzítése, a 13. havi nyugdíj visszaépítése, a 25 év alattiak adómentessége és a most elfogadott kamatstop is. Új szabályok lépnek hatályba 2022-től a trükkös árleszállítások megakadályozása érdekében, vagyis a csökkentés csak úgy lehet majd bejelenteni, ha a korábbi árként olyan szerepeltetnek, ami az akciózást megelőző 30 napban a legalacsonyabb volt. A rendelkezés véget vet annak a trükközésnek, hogy egy terméket néhány napra drasztikusan feláraznak, majd ebből kínálnak látszólag nagy engedménnyel. Gyerekeknek szóló programok, zenevonat az LGT sztárjaival, lézershow. Számos program várja azokat, akik az óévet Pakson az Atomtéren búcsúztatják. A szilveszteri program összeállításakor minden korosztályra gondoltak a szervezők. 2019-ben megtelt a Városháza előtti tér a szilveszteri mulatság idejére. Fellépett többek között a TNT, az Álmokfutók és DJ Spiggy Boy is. Szabó Péter Paks polgármestere mondott újévi köszöntőt. A járványügyi helyzet miatt tavaly elmaradtak a nyilvános koncertek. Idén azonban ismét színes programkavalkáddal készül a város, mert a korábbi években nagy népszerűségnek örvendett szinte mindegyik szilveszteri rendezvény. 2021-ben az est nagy koncertjéről a Boban Markovics orkesztra gondoskodik, jelentette be Szabó Péter Paks polgármestere. Úgy állítottuk össze a Csengei Dénes Kulturális Központtal a
szilveszteri programot, hogy mind a kicsik, mind a nagyok megtalálják a nekik tetsző programokat. Így már délután 6 órakor indul a szilveszteri mulatság programsorozat. Ugye kölyök szilveszter is lesz, tehát a kicsiket is várjuk majd ide az atomtérre, az egészen kicsiket egyébként, 3 éves kortól már a szülőkkel ki lehet ide látogatni, és akkor együtt tudunk majd ünnepelni. A programok már december 31-én délelőtt elkezdődnek a Csengei Dénes Kulturális Központban, a Harc a Malacért tréfás helyismereti vetélkedővel, aminek az eredményhirdetése estére várható. A városi szilveszter délután 6 órakor kezdődik gyermekeknek szóló műsorral. Este 8 órától startol a szilveszteri mulatság, a Zenemonat koncerttel. Ismertette Márkus Zalán, a programok szervezésért, lebonyolításáért felelős Csengei Dénes Kulturális Központ igazgatója. Éjfél előtt pedig az augusztus 20-ai nagy megelégedettségre való tekintettel úgy döntöttünk, hogy ismét egy lézersóval ünnepelnénk, ahol az utolsó 10 másodperc a visszaszámlálón közösen kiabálható, és tehát tulajdonképpen a lézersó az pontosan éjfélig tart, egy negyed órás blokkról van szó, itt is a megszokott látványelemeket lehet majd megtekinteni. A szervezők a jelenlegi jogszabályoknak megfelelően szervezik meg a szilveszteri programokat. Este 8 óra után védettségi igazolmánnyal lehet majd belépni a területre. A tervek szerint a paksi városi szilveszter hajnali 2 óráig tart majd. Regionális hírek következnek. 23 milliárdot kapott a Pécsi Egyetem a kormánytól, lezárhatják a drága PPP szerződéseket. Összefogással a növekedésért évet értékelt a Baranya megyei önkormányzat fejlesztési biztosa. Több ezer égősor díszíti a hosszúhetényi családi házat, bárki megnézheti a látványosságot december végéig. December 17-én írták alá a Pécsi Tudományegyetem vezetői a felsőoktatási PPP konstrukcióban megvalósult projektek kiváltásáról szóló szerződést Budapesten. Ennek köszönhetően a konstrukciók eredeti kifutási időtartamát figyelembe véve a PTE több milliárd forint megtakarítást érhet el, és a továbbiakban teljes egészében saját rendelkezése alá vonhatja az érintett épületeket. Ez az egyetem egyik kollégiummal számtó. Az épület együttes egy része az úgynevezett PPP modellben épült, ami azt jelentette, hogy egy cég végezte a beruházást önállóan. Majd tőlük az egyetem visszabérelte a kollégiumot, jelentős hasznot fizetve ezzel a beruházónak évente. Ez a teher azonban most megszűnt. Az egyetem modellváltás adott lehetőséget a PPP szerződések kiváltására, mondta az intézmény kancellárja stábunknak. Nagyságrendileg 23 milliárd forint értékben tudtunk kiváltani szerződést, és a következő évtől kezdve ezek az épületek visszakerülnek hozzánk, a saját üzemeltetésünkbe fognak működni, lesz egy átmeneti időszak, azt követően pedig már a saját kollégáinkkal igyekszünk a lehető legjobban, legtakarékosabban és fenntartható módon ezeket az épületeket üzemeltetni. Az elmaradt fejlesztéseket, beruházásokat például az informatikai vonalon meg tudják most már tenni az egyetemen, mondta a kancellár. Éves szinten is jelentős megtakarítást jelent ezeknek a szerződéseknek a kiváltása. 3 milliárd forint kiadást jelentettek, amelyhez részben tartozott egy állami dotáció, azonban ahogy nőttek az évek során ezek a tervek, az fix maradt, tehát arányosan, százalékosan csökken. Tehát mondhatom azt, hogy évről évre ez egy növekvő szint volt, amit most sikerül kiváltanunk. Lesz egy rész, ami közvetlenül megtakarítást eredményez, hiszen az, ami a hitel törlesztésre fordítódott, attól a következő évtől már megszabadulunk. Mint ismert, 2007 és 2009 között a Pécsi Tudományegyetem több épülete is megújulhatott, fejlődhetett az úgynevezett Public-Private Partnership finanszírozási formában. A Boszorkány úti, az Unív, a Jakab-hegy és a Szántó kollégium tartozott ide. Összesen 67.800 négyzetméteren alakított ki a magánbefektető 2711 kollégiumi szobát. Az ezek után fizetett díjtól szabadította meg az egyetemet a kormány végleg decemberben. Nehéz év van mögöttünk, de 2022 sem lesz könnyű gazdasági szempontból, erre utalnak a mostani világgazdasági folyamatok, mondta stábunknak a Baranya megyei fejlesztési biztos.
Kővári János szerint ezért van most kiemelt jelentőség az összefogásnak Pécs és térsége érdekében, a döntéshozóknak közös hangot kell találniuk, hiába állnak különböző politikai oldalon, mert a város, a megye fejlődése az első, mondta a fejlesztési biztos. Nehéz év van az ország és a pécsiek mögött is, mondta stábunknak a megyei fejlesztési biztos karácsony előtt. Kővári János azonban bízik a jövőben, a sikerekhez mindenkire szükség van. Ha össze tudunk fogni, akkor azért ez a város is eredményes lehet a következő évben, hiszen már most nagyon komoly kormányzati támogatást is tudtunk realizálni ebben az évben is, és a következőben továbbiakat remélünk. Három cég is jött a városba, a Pogányi Reptér ügye is úgy tűnik, hogy megoldódik a jövőben, megkezdődik majd a következő években az M60-as építése, és szóval sok-sok fejlesztés lesz, de a legfontosabb talán az az, hogy tudjunk a következő évben is úgy egymásra nézni, hogy nem ellenfelei vagyunk egymásnak, legfeljebb máshogy látjuk a világot, de ha össze kell fognunk Pécsért, akkor ezt tegyük meg. A gyersanyagok drágulása, az infláció, illetve az energiahordozók körüli helyzet alapján gazdaságilag nehéz évre számíthatunk. Azonban a biztos szerint a különböző szereplők összefogása elengedhetetlen a térség fejlődése érdekében. Karácsonyi fényekbe öltöztette otthonát a Hosszúhetényben élő Fűsz Tibor és családja, házuk kidekorálásával évről évre több száz gyerek arcára csalnak mosolyt. Ezt a hagyományt 11 éve ápolják. A 4 gyermekes család apa a saját gyermekkorában átélt örömöket és karácsonyi hangulatot szeretné átadni a mai generációnak. Felesége süteményekkel és meleg teával várja a látogatókat, akik december 31-ig nézhetik meg a látványosságot. Rengeteg színes fényfűzér és dekoráció ékesíti ennek a Hosszúhetényi háznak az udvarát. Fűsz Tibor és családja már évek óta hasonlóképpen díszíti fel a családi lakot, de a nagy közönség előtt csak a tavalyi évben nyitották meg a kapukat. Ott jártunk kor az esti órákban, és sokan kíváncsiak voltak a látványosságra. Az internetes közösségi oldalról hallottam, többen is posztoltak bejegyzést, aztán annyira megtetszett így fényképeken keresztül, hogy úgy gondoltam, mindenféleképpen el kell jönnöm, olyan messze nem lakok innen. És fantasztikus, tehát igazán lenyűgöző, ez a kezdeményezés is már önmagába véve, úgyhogy egy élmény szerintem kicsiknek és nagyoknak egyaránt, legalábbis én felnőtt fejjel nagyon élvezem. Tibor a saját gyermekkorában átélt örömöket és karácsonyi hangulatot szeretné átadni a mai generációnak. Mára már azonban nem csak a karácsony közeletével látogatnak el a családhoz. Bátran elmondhatom, hogy volt Mikulás rendezvényünk 2 hete, és nagyon-nagyon több száz gyerek volt itt nálunk vendégként. Messziről, Budapestről, Dunaújvárosból, Balaton környékéről jöttek, és hát Szekszárd, Szigetvár, Harkány, Pécs, Komló az meg szinte alap. A sok száz vendég a látnivalók mellett kedves fogadtatásban is részesül. Tibor felesége minden nap készül a látogatók szívélyes köszöntésére. Hát igyekszünk készülni, hát a feleségem nap mi nap kitesz magáért, házi süteményekkel, különböző zserbó, csokis, keksz, mézes kalács, stb. Sorolhatnám. Ez nap mint nap süti éjszakákig, és melegtával tudjuk mi megkínálni a vendégeinket, amit szeretettel adunk. Tibor arról is beszámolt, hogy idén áprilisban ők is elkapták a koronavírust, amit jó másfél hónapig nem sikerült kiheverniük. Ezért is döntött úgy, hogy belekezd egy olyan jótékonykodási formába, amivel az embereknek valami pozitívumot tud nyújtani. Az attrakciót december 31-ig látogathatják az érdeklődők sötétedés után. Végül mutatjuk újra röviden, hogy miről szólt ma a híradó. Havazás hétfőn reggelre érte el a téli időjárás Tolna megyét. Ünnepi pluszkilók, gyakran fulladnak kudarcba az új évben megfogalmazott célok. Munkaszüneti napok 2022-ben, összesen 5 hosszú hétvége vár ránk jövőre. Szilveszter Pakson, minden korosztályra gondoltak a szervezők. Kedden folytatódik a borús nyírkos idő, de csak elszórtan időszakosan valószínű hószitálás. Éjszaka tartósabb eső is érkezhet. Friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon. A naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!